Isten tiszteletünknek a kezdetén magasztaljuk a mi Urunkat a 274. dicséretnek első versével, amely ének így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Második versével is folytassuk megkezdett 274. dicséretünknek Istenünk magasztalását: a súlyos gondok mit használnak, a sóhaj, sok jajszó mit ér. Isten igének a hallgatására a harmadik versét is énekeljük az éneknek, mert a gondokról, a félelmekről, az aggódásról lesz szó, és a megoldást itt találjuk a harmadik versben: csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lelsz. Segítségünk, Isten tiszteletünknek mostani megáldása és megszentelése az Úr nevében legyen, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvérek, Lukács evangéliumának 12. fejezetéből a 21. verstől kezdődően hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló szavát, ahol Jézus Krisztus így tanítja az aggodalmaskodó tanítványokat. Jézus mondja: mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, mit egyetek, és a testetek felől, hogy ti mit öltözködjetek. Az élet több, mint az eledel, a test több, mint az öltözet. Nézzétek meg a hollókat, nem vetnek, nem aratnak. Nincs kamrájuk, csűrjük, Isten mégis táplálja őket. Mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál? Ki az közületek, aki aggódásával meg tudja növelni termetét egy arasszal?
Ha a legcsekélyebbeket sem tehetitek meg, hát mit aggodalmaskodtok a többi felől? Nézzétek a liliomokat, hogyan növekszenek, nem fáradoznak, nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy. A mezőfüvét, amely ma van, holnap a kemencébe vetik, ennyire felruházza Isten, mennyivel inkább titeket, ti kicsiny hitűek. Ne kérdezzétek, mit tegyetek, mit ígyatok, és ne nyugtalankodjatok. Mindezeket a világ pogányai kérdezik, a ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Ti az Isten országát keressétek, és ezek mind megadatnak nektek. Ne félj, te kicsinnyáj, tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az ő országát. Eddig Istennek hozzánk szóló szava, az ő igéje. Istennek szent lelke tegye áldottá az ő igéjének a szavát, hogy tudjuk megérteni, szívünkbe befogadni, és az ő nagy nevének dicsőségére bőséges lelki gyümölcsök sokasságát tudja megteremni a mi életünk. Amen. Az ige bennünket megszólító szavára alázzuk meg most magunkat az ige szava előtt, és igyeképpen imádkozzunk, könyörögjünk. Mennyei édesatyánk, őszintén megvalljuk te előtted, hogy nagyon szépen tudunk énekelni, ahogyan énekeltük is a megkezdett énekünkben, hogy mi mindent átadunk te neked, bizalmunkat csak beléd vetjük, és amikor innen hazamegyünk és éljük a hétköznapokban az életünket, akkor kiderül, hogy ez mégsem megy. Megterhelnek bennünket a gondok, tulajdonképpen a mi életünk is ugyanazon dolgok körül forog, hogy mi mit együnk, hogyan éljünk meg abból, ami van, mit csináljunk. Sokszor látjuk a tehetetlenségünket dolgokkal szemben. Vannak sebeink, amik egyre jobban fájnak, különösen ahogyan előre haladunk a korban. Vannak fizikai és lelki sebeink, és úgy érezzük, hogy nincsen segítség, csak a feneketlen sírgödör az, amibe hamarosan beledölünk, és mindez vár reján kikerülhetetlenül. Ott van a halálnak a ténye, és ott van bennünk a halálnak a félelme. Köszönjük, hogy mégis bíztatsz bennünket az ének szavaival arra, hogy legyünk mi most egy kis áldott csendben, és a te halk és szelíd szavadat igyekezzünk meghallani, hogy az életünk ne a rettegésbe teljen el, mert te nem a félelemnek a lelkét adtad a tieidnek, hanem a Szentlélek erejének, a gondolkodás józanságának, és a szeretetnek azt a csodálatos erejét, lelkét, amelyet csak is te tudsz adni, biztosítani a te gyermekeidnek. Köszönjük, hogy tudjuk hinni, tudjuk valóságosan realizálni és tapasztalni azt, hogy te vagy mennyei atyánként, nem vagyunk árvák, akiknek aggódnunk kellene, hogy az ő szülei semmiről nem tudnak gondoskodni. Köszönjük, hogy ha minden gondunkat reád vetjük, ígéretünk van arra, hogy neked gondod lesz mireánk. Kérjük, Urunk, hogy készítsd el nekünk ezt a megszentelt órát, úgy, hogy tudjunk veled áldott találkozásba kerülni, amikor te szólsz, amikor az ige előtt meghajlunk, elfogadjuk, amikor a fáradtságunk és minden gondunk elszáll, azért, hogy meghalljuk azokat a mondatokat, amelyek te tőled származnak, és hiszük, hogy nem is fognak hozzád üresen visszatérni, hanem megcselekszi a mi lelkünkben, életünkben mindazt, amit te szeretnél változást kimunkálni a mi életünkben. Amen. Érezzétek és lássátok meg azt, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Amen. Kedves testvérek, a 466. dicséretnek a harmadik versét énekeljük fennálló énekünként. A 460.
6. ének, rád tekint már hitem, megváltóm, Istenem. Szeretett testvérek, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló szavát Péter első leveléből, az 5. fejezetnek 7. verséből. Minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van, reátok. Amen. Foglaljuk el a mi helyeinket. Kedves testvérek, mai alkalmunkon Isten szeretne bennünket tanítani az emberi világnak az egyik legnagyobb problémájáról, az aggódással kapcsolatos megoldási lehetőségekről, mi az ellenszere ennek a mardosó, bűnös életérzésnek, mert hogy először is le kell azt szögeznünk, hogy a félelem, az egy negatív hit, tulajdonképpen ez bűn. Amikor Jézus többször mondja azt, hogy ne féljetek, az nem egy opcionális lehetőség, hogy ha megteszem, akkor jól járok, ha nem, akkor bajba kerülök, hanem ez arról szól, hogy egyfajta parancs. A 10. után egy 11. parancs Jézus Krisztus részéről, hogy ti ne féljetek, mert nem a félelemnek a lelkét adja az Isten. Ne aggódjatok az életetek felől, hogy mit csináljatok. Az aggódás az emberi világban nem volt betervezve. Az elején, az Édenkertben tudjuk, hogy a színről színre látásnak a világa volt, a megteremtett emberpár gondtalanul, örömmel, békében, biztonságban élte az életét ebben a csodálatos paradicsomi kertben. Aztán jött a kísértés, amiben elbuknak, a sátán, aki korábban már levettetett az égből, és aki retteg, fél az Istentől, tulajdonképpen el akarta buktatni az embert, ami sikerül is neki, és azt akarja, hogy az emberek is, ahogyan ő fél, retteg, ugyanúgy tele legyenek félelemmel. Ez természetesen nem Isten félelmet jelent, hanem egy rettegést. Az Isten félelem az Isten tiszteletét jelenti, a félelem pedig egy szorongást, ma úgy mondják, mert ma is a bűneset óta semmit nem változott a lelki karaktere az embernek, a bűneset reánk hozta ezt a bajt, és azóta rettegéssel vagyunk életünknek minden dolga irányába. Meg lehet nézni, hogy a kisebb gyerekek félnek iskolába járni, a nagyobb gyerekek félnek érettségizni, félnek a vizsgákon, vagy ha már dolgoznak a munkahelyeiken, a számonkéréstől, a próbatételektől, és tulajdonképp, hogyha az ember olyan, hogy nem tudja ezt kezelni, akkor az egész élete rámehet, idő előtt véget érhet, mert ez egy olyan métej, ami bennünket belülről bomlaszt. Ez egy lelki kereszt, amit mi szoktunk összerakni magunknak. Ma úgy hívják ezt, hogy fóbia, vagy éppen depresszió, vagy ilyen furcsa lelki állapot, amitől a modern ember sem tudott mentesülni, pedig látjuk, hogy egy olyan kontinensen élünk, ahol teljesen biztonságban lehetne az európai embernek az élete, aki tulajdonképpen munka nélkül utcán kell, hogy élje az életét, vagy így alakult számára, még az is tud elég élelemhez jutni, és ruhához is, itt erről a kettőről van szó, amint olvastuk is, hogy
valahogy életben maradnak. Tehát nem egy afrikai minőségi szörnyű életbe kell az európai embernek élni az életét, de ha kimegyünk tőlünk gazdagabb országokba is látjuk, hogy az emberek szoronganak. Ez a mai modern kornak a nép betegsége. És ez azért van így, mert ahogyan a bűnesetben az ember elszakadt Istentől, és megvonta ezáltal az Istentől a bizalmát, azonnal bekerül a félelem, mert az ember önállósította magát Istentől, és úgy döntött, hogy majd én megoldom, majd én kezembe veszem az életem alakítását. És azóta ez a dolog tart, mert két dolog lehet választani, vagy Istennek adom oda magamat, ezt úgy hívják, hogy átadott életű ember, és az életével együtt az ilyen ember átadja a félelmeit is az Istennek. Ha pedig nem így dönt az ember, hanem úgy, hogy továbbra is függetlenített állapotban majd ő azt csinál, amit akar, hiszen ezt halljuk magunk körül lépten nyomon, hogy valósítsd meg önmagadat, és függetlenítsd magad, állj a talpadra, akkor tulajdonképpen egy nehezebb utat választunk, amikor is csak önmagunkra tekinthetünk, és csak önmagunkra számíthatunk, és teljesen jogos lesz az, ha mi félünk attól, hogy az emberi erőnk kevés lesz ahhoz, hogy mi megvalósítsuk az elképzelt, álmodott dolgainkat. Ugyanis mi végesek vagyunk. Mind az életünk idejét illetőleg, mind az energiánkat, mind a lehetőségeinket illetőleg. Nem is oda születünk, ahova mondjuk most úgy szeretnénk, hogy élhetnénk, és ott talán könnyebb és gondtalanabb lenne az életünk. Eleve adottak a körülmények, már azok rettegéssel töltenek el bennünket. Tehát egy nagy dzsungelharcba vagyunk, ahol ráadásul ember embernek a farkasává válik, és ahol a bűnnek nagyon cifra változatai körülölelnek, és idő előtt akár meg is ölnek bennünket. Nagyon kell vigyázni, és nagyon kell tudni kezelni ezt a furcsa dolgot, ami tehát le kell szögezzük először is, hogy a bűnesettel kerül az emberi életbe. Azóta van félelemmel teli az életünk, amióta kijöttünk a paradicsomból, amióta azt döntöttük, hogy mi majd magunk is boldogulunk, és ahogy jutunk előrébb egy poros életünkbe, porból ettünk, porrá leszünk, vár reánk mindaz, amit nem lehet elkerülni, már önmagában a legkarakteresebb félelem a halálfélelem, és minden motivációnk azt igyekszik megoldani, hogy ezt elkerüljük, csökkentsük. Az élelem, a ruházkodás is, emögött is ez van. Hát miért félek attól, hogy mit tegyek? Hanem attól azért félek, hogy nem lesz mit, és akkor meg fogok halni. Tehát a halál félelemre vezethető, vagy fűzhető föl az összes félelem, ami az emberben van. Olyan ez a félelem, mint a homokszem, a gyakran poros utakon járnak traktorok, mezőgazdasági gépek, és egyszer szétszedtek egy ilyen állandóan a földúton közlekedő gépet, annak a motorját, tele volt olyan folyadékkal, az az olajtartály, ami egy ilyen ragacsos, szurkos, érdes felületet képezett, meg is állította az egész szerkezetet, mert úgy összeállt a por miatt a motorban az olaj, hogy már nem tudott semmit sem hajtani a gépben. Nem tudta végezni a munkáját ez a gép. Na, ilyen porszem és ilyen gátló anyag, tényező a lelkünkbe a félelem, az aggódás. Tulajdonképpen mindegy, hogy mitől, de el tudja venni a félelem az embertől a nappalnak az örömét, még a munkája sikere fölött is talán tompítottan tudunk körülni, mert az aggódás még ott van a gazdag emberek életében is, hogy mi lesz, hogyha oda lesz az, amit eddig elért. Ez az ő általános nagy félelmük. A kicsiknek meg az, hogy szeretnék azt megszerezni. És hogyan tehetik ezt meg.
És az éjszaka nyugalma, pihenése pedig azért szokott oda lenni, mert még éjszaka is azon töprengünk, hogy vajon tudunk-e holnap teljesíteni, biztonságban tudunk-e maradni, lesz-e megélhetésünk. Tehát a félelem, mint a porszem, belekerül az emberi életnek a motorjába, és egy idő után úgy kicsinálhat bennünket, hogy végünk lesz idő előtt, és nagy karbantartásra, alapos olajcserére, sokszor teljes motorcserére szorul az ilyen gépezet. Ezt a lelki világba úgy hívják, hogy újjáteremtésnek a csodája, Isten kell, hogy kezébe vegyen bennünket, ugyanis, ahogy említettem, oda kell nekünk adnunk életünket, és az életünkkel együtt járó összes bűnünket, félelmünket, tehát a bűnnek a következményeit is oda tegyük annak a kezébe, aki ezt meg tudja oldani a mi esetünkben, mert erről szól a fölolvasott ige, Jézusnak a tanítása, más helyeken is meg van ez írva a Bibliába. Nagyon sokszor azt mondják, minden napra jut egy ilyen bíztatás, mondanám, hogy parancs, a 11., hogy te ne félj, kezeld a félelmeidet, nem lehet partalanná hagyni menni a félelmeket. Sokszor azért ural le bennünket a félelem, mert túl sok időnk van ezekkel a dolgokkal foglalkozni, nem vagyunk eléggé elfoglalva, majd erre még visszatérek, de ezt érdemes azért egy kicsit messziről szemlélni, hogy minél több időnk van problémázni valamin, minél kevésbé vagyunk leterhelve, annál több idő szabadul föl számunkra, na nem arra, hogy örüljünk és gondtalanul élvezzük liliomok, madarak vagy más egyéb állatok formájában, ahogy mondja az ige a példát, az életüket, hanem inkább az aggódással fogjuk eltölteni azt a szabad időt, amit tölthetnénk Istennel, tölthetnénk szeretteinkkel. Szóval a legnagyobb kérdés, azt gondolom, az, hogy hogyan is kezeljük, mi a megoldás a mi félelmeinkre, azok után, hogy tisztáztuk azt, hogy ez mindannyiunkban benne van. Jézus is tud erről, Isten is tud erről, tudja azt, hogy sajnos a sátán a negatív félelmet, a hitnek az ellenkező pólusát kiépítette az emberekbe. És tulajdonképpen a negatív félelem is működik, ahogyan a hit is működik. Jézus mindig megkérdezte, hogy hiszed-e ezt, mármint hogy meg tudsz gyógyulni, vagy amit szeretnél, az meg tud-e történni. És akkor, amikor kimondják, hogy igen, akkor megtörténik a csoda, és a negatív hit, a félelem is nagyon könnyedén valóra tud válni. Ezt mi a magyar nyelven így szoktuk mondani, hogy emlegetett szamár megjelenik. Vagy te ne is fesd az ördögöt a falra, mert az is megjelenik. Ne emlegesd a bajaidat, mert realizálod, és ott lesz rögtön, meg fog történni. Tehát van egy negatív hit is a világban, amit a sátán működtet, a gonosznak a szerzője, és aki azt szeretné, hogyha az embereknek az éjjelük és a nappaluk tönkre menne, sőt maguk is rámennének, valójában egy lelki keresztre feszítené föl önmagukat, amit magunknak csinálunk, mert problémázunk. Természetesen minden okunk megvan arra, Isten nélkül, a mai világban különösen, hogy féljünk. Tehát senkit nem akarok egy fellegjáró magatartásra késztetni, és senkit nem akarok azzal bíztatni, hogy mennyei sürgalambot várjon az égből, mert majd Isten csak úgy a munka nélkül is ledobálja ezeket a bónuszokat, áldásokat. Az áldásnak mindig van egy előélete, hogy az emberi a munka, az isteni az áldás, tehát ha elvégezzük a munkánkat, akkor viszont tegyük le a félelmeinket, mert Isten majd gondoskodik arról, hogy megáldja az elvégzett feladatok után a jutalmat, ő biztosítsa, de az embernek a maga részét ehhez mindig hozzá kell tenni. Tehát nem felelőtlen a keresztény ember, hanem nagyon is szorgos, és talán a félelemnek egyik csökkentő lehetősége az, hogy elfoglaljuk magunkat,
tesszük a dolgunkat, és amikor már eljutunk az emberi teljesítő képességünknek a határáig, illetve szünet következik, mert a hatnapos munka után a következő már az isteni, akkor rábízzuk őre, és majd ő kihozza ebből a legjobbat. Úgyse tudunk mit csinálni. Tehát ki tudja a termetét meghosszabbítani egy arasszal. Ki tudja a hajának a számát csökkenteni, sokasítani, növelni. Senki nem tudja. Ugyanez az aggódással kapcsolatban is, bármit csinálsz, akárhogy fogsz problémázni nappal vagy éjszaka, vagy a kettőt együtt, bele lehet bolondulni, az aggódás semmit az ég adta világon nem fog megoldani. Sőt, még azt tudod elérni, hogy még több homokszemet hívsz be emberi gépezetedbe, és még hamarabb megáll ez a szerkezet, és nem tudod végezni az álmos éjszakák után a napi munkádat, és ördögi spirálba kerül, szinte becsavarodsz, mert tönkre teszed magadat. Vagyis, tehát mi a megoldás az aggodalmaskodással szemben? Először is Istennek a tetteire emlékezzünk, második a helyes identitásnak a tisztázása, hogy mi kik vagyunk, elmérkedjünk éjjel és nappal, na nem a problémáinkon, hanem Istennek az igéjén, ahogy mondja a Zsoltáros több helyen, le kell zárni a bűnnek a belépési pontjait a mi életünkbe, aztán imádkozni, dolgozni, és kérni folyamatosan az imáinkban azt, hogy segíts, légy velem, bátoríts, add meg a mindennapi kenyerünket naponként, nem előre, és mi se előre akarjuk fölvenni az összes problémánkat, hanem csak egy napra való, elég az nekünk, így vagyunk összerakva, és kérjük Istennek a segítségét, amikor negatív hit jön föl bennünk, vagyis félelem, üssük ki ezt a negatívat a pozitív hittel, így helyre kerülünk, matematikai értelemben is, mégpedig úgy, hogy Isten nullázza, sőt, fel is hozza a mi életünket a hitnek a szintjére. Nem a félelemnek a lelke az, amit adott az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak a lelkét. A teljes szeretet kiűzi a félelmet. Itt azt a szót használja az ige, amit a démon űzéskor is használ. Vagyis feltételezhető az, hogy egy igazi, hatalmas, szellemi, gonosz hatalom a félelem, aki ostorozza, űzi, folytogatja, mert ezt is jelenti az aggódás, hogy folytogat, alig kapsz levegőt, nem tudsz lélegezni, nem tudsz lassan imádkozni, az imádság a lélek lezetvétele, és egyszerűen úgy érzed, hogy elveszel, mert aggódsz. Tehát a szeretet kiűzi, Isten kiűzi a félelmetes lelket. Ez nem szent lélek, nem tiszta lélek ez, hanem pontosan az ellenkezője, egy gonosz lélek, egy tisztátalan lélek, aki az embereket is tisztátalanná teszi. Szóval az első megoldás az öt közül az az, hogy Isten tetteire emlékezzünk. Azért hozza Jézus is a példákat a liliomról, a hollókról. Egyébként érdekes, hogy a hollókat Isten ellátja, ők maguk nem szántnak, nem vetnek, nem aratnak. A hollókat bízza meg Isten illésnek a táplálásával is. Tehát annyira gondtalan az életük, és annyira van lehetőségük még a felesleget is célba juttatni, hogy ez csodálatos. Tehát Isten tetteinek az felelevenítése, az rögtön hálára fakaszt bennünket, azért vannak hálaadó Isten tiszteletek, mert visszatekintünk arra, hogy mi az, amit elvégezhetünk az Isten kegyelméből, mi az, amiért hálát adhatunk. Jézus is hozza a példát az állatvilágból és a természetből, hogy nézzétek, ezek még imádkozni se tudnak. Ezek
csak úgy, ahogy teremtettek, élik az életüket, csinálják a dolgukat, mert az állatok állati munkát végeznek, keresik az élelmüket, egész nap gondtalanul, örömmel játszva meg lehet nézni egy kutyust, vagy egy kisebb házi állatot, bármit. Ők örülnek a maguk létének, és teszik a dolgukat. Teszik a dolgukat, vagyis dolgoznak a maguk módján. Ugyanígy a liliomok, a virágok is, hogy pompázhassanak, mindig folyamatosan fölveszik a tápanyagot, és a liliom életben buzgolkodnak. Persze, mit csinál az ember? Azt mondja az ember, hogy ő már felvilágosult, ő már tudja, hogy neki mi kell, ő tudatos életet él. Hát éppen ez a probléma, hogy mi olyan tudatos életet élünk, hogy Istenről semmit nem akarunk tudni, annál inkább csak a Földön, földi világ keretei között akarjuk az életünket biztonságban tudni. Többen mondják, hadi iparban magas tábornoki rangban lévők, hogy tulajdonképpen a mai világ egy puskaporos hordó, amin az egész csücsül, és ez bármikor a kanóc valakinek a kezébe van, ha elhomályosodik az elméje, bármikor berobbantható az egész. Tehát olyan szinten tele tömtük magunkat nukleáris fegyverekkel, hogy ez már önmagában, ha semmi gondod nem lenne az életben, e felett nyugodtan aggodalmaskodhatnál, hogy jaj, lesz-e még holnap? Vajon mikor nyomják meg a piros gombot? És amit addig elértél, akkor az kié lesz, és hova lesz, és mi lesz veled? Szóval a mai világ elérte azt a szintet Isten nélkül, mert száműztük Istent az iskoláinkból, a társadalmunkból, európai civilizációnkból, hogy tökéletesen magunkra vagyunk hagyatva, és csak abban bízhatunk, amit látunk, hogy fogy, hogy benne magunk is tönkre megyünk, illetve a környezetünk is. És egyébként mindenki tudja, hogy a Föld is, ahogy a Biblia is mondja, hogy elmúlik ennek a világnak az ábrázata. Ugyanúgy a tudósok is megírták, hogy mikor körülbelül, mikorra várható az, hogy a Földön az élet meg fog szűnni, mert hogy ez egy nem állandó dolog. Ez egy teremtett dolog, amikor valaminek vége lesz. Mert minden a mulandóság alá van rekesztve az ige szerint, a Föld is. Mi meg itt akarjuk az örök életünket, a 80 vagy 90 év alatt, hát minél többet célozunk meg ugye berendezni, és szeretnénk, hogyha ez állandósulna. Mert mi nem az odaátvalókkal, hanem a földiekkel akarunk foglalkozni. Hát ez a baj. Tehát az a gond, hogy mi olyan tudatosaknak gondoljuk magunkat, hogy a valóságnak csak egy kis szeletéről akarunk tudni. A Biblia ugyan az első lapon tájékoztat minket, hogy Isten a mennyet is teremtette, sőt ezt írja először, és a földet. Az csak egy kis szegmense a nagy valóságnak. De mi ebből a 10%-ból indulunk ki, és vonunk le következtetéseket a 90-re nézve, hogy hát az meg nincs is, mert nem látjuk. Na most, ha ennyire tudatosak vagyunk, akkor azért mondja Péter az ő levelében, hogy ti már pedig minden gondotokat őreá vessétek, nektek, mert neki gondja van, reátok. Mondja az ige, folytatja, hogy józanok legyetek. Tehát pontosan nem a hívő ember, akit ugye a világ bolondnak titulál, a Biblia józannak, értelmesnek a 100%-ot fölmérő, azzal számító embernek tartja. Balga ember az, aki csak a földiekkel, a láthatókkal számol, és csak annak hisz, ami a szeme előtt van. Szóval Isten, maga Jézus, Isten fia, hozza a példákat a természetből arra nézve, hogy nézzétek a madarakat, a növényeket, hogy ezekben nincsen az aggódásnak egy szikrája se, pedig még imádkozni se tudnak, templomba se járnak. Mégis Istenről beszélnek,
Istennek az ujjlenyomatát hordozzák, semmiféle aggódó életérzés nincsen bennük, mert ők nem olyanok, mint az emberek, akik magukat olyan beképzelt módon okosnak tartják, hogy majd ők meglesznek egyedül is. El kell dönteni rögtön az elején, ahogy az életnek indulunk és tudatosodunk, hogy mi mit választunk, melyik utat. Nem lehet össze-vissza mászkálni. Jobb az elején tisztázni, hogy most azt akarod, hogy te saját magad problémáit majd egyedül megoldod, akkor számítsál azzal, hogy az aggódás folyamatosan jelen lesz az életedben, és ne lepődjél meg rajta, ha ez naponta gyötörni fog. Vagy hallgatsz az ige szavára, és azt mondod magadnak, hogy te egy teremtmény vagy, és az Atya, a mennyei Atyánk, aki létező valóság, aki fölhozza a napját jókra is, gonoszakra is, növényekre is, emberekre is egyaránt, ő segít bennünket, gondunkat viseli, mert Isten gondviselőnek is szoktuk mondani. Tehát nekünk vannak gondjaink, és van valaki, aki a gondunkat is tudja viselni, az pedig a mindenható gondot viselő Isten. Tehát hiszünk-e benne ennyire, hogy a gondjainkat tényleg ő el tudja hordozni, mert elég erős hozzá. Mi nem vagyunk elég erősek hozzá, de annak képzeljük magunkat, isteneket, kisistent játszunk. És aztán előre hozzuk persze a fizikai munkát, soha nem csoportosítjuk úgy, hogy na, én egy nap alatt elvégzem az egész hónapos munkámat, mert én utána 29 napon keresztül pihenni, örülni és Istent keresni akarom. Hát ilyet még azt gondolom senki nem csinált. De a lelki munkába, amikor aggódunk, úgy azt csináljuk, hogy előre hozzuk a jövőnek a dolgait. Hogy aggódunk, hétfőn aggódunk a KED miatt, meg a 29. nap. Kifutja-e még a fizetés vagy a nyugdíj? Tehát olyan dolgokról elmélkedünk, ami nem is biztos, hogy megtörténik, mert a jövő az mindig az Isten kezébe van, a ma az egyedül a miénk, és minden napnak elég lenne a maga baja, ehelyett mi be akarjuk tenni, mi jól megterheljük magunkat az egész hónapos problémáinkkal, sokszor éves problémáinkkal is, és gondolkodunk, hogy mi lesz, hogy lesz, és számolgatunk. Szóval ez a lelki kereszt, amit magunkat nem kellene ennyire szadistának tartani, vagy beállítani, nem kellene magunkat kicsinálni. Szeretjük magunkat egyáltalán annyira, hogy a gondjainkat, a gondot viselőre tesszük? Ha már ő van és létezik és kínálja az ő erejét, szent lelkét, hatalmát, aki hitbelileg kész erősíteni, tiszta szívet bennünk teremteni. Szóval Isten tetteire úgy emlékezünk, hogy mi is nézzük a teremtett világot, a liliomokat, a madarakat, ahogy Jézus ezt említette. Ez az egyik, hogy emlékezzél arra, hogy Isten van, létezik, és eddig is megvolt a világ a te aggódásod nélkül, és ugyanúgy forog a világkereke majd tovább, ha te nem leszel. Teljesen felesleges a bolond, aggodalmaskodó érzéseket generálni magunknak. A második dolog, a helyes identitás kérdése, ezért fontos a történelem, ami identitásképző dolog. Persze, ha egy nép nem tudja a történelmét, csak 1100-tól, Szent Istvántól tartja magát élő valóságnak, mert körülbelül a magyaroknak a zöme tulajdonképpen azt se tudja, hogy 1000 előtt, Szent István előtt, hol volt, ki volt, mit csinált. Fogalmunk nincs, nem tanítják, vagy furcsán tanítják. Hol ezt mondják, hol azt mondják, nincs biztos identitása a magyar embernek, ezért a szélrózsa minden irányába a szél, a korszellem szétfújja manapság. És persze ugyanez lelki vonatkozásban is, hogyha az emberek hol hisznek, hol nem. Egyszer azt mondják, ők a maguk módján vallásosak, otthon is megvannak, köszönik a közösségből, nem kérnek.
stb. Indokokat keresnek maguknak, igazából nincs identitásuk, nem lehet őket teljes mértékben Isten fiainak nevezni, mert identitás nélküliek. Félig, ha gyökeret vertek, mondjuk jó esetben mondjuk azt, hogy az emberek nagy része azt mondja, hogy van Isten. Na de akkor mi van, ha van Isten? Mert hogy egyébként pedig van, de ez még az életében nem látszik, nem tartja meg, sőt az ördögök is hiszik, hogy van. Tehát tulajdonképpen ez még nem sok dolog. A bolond mondja magában mindig azt, hogy nincs Isten, aki gondolkodik, az előbb-utóbb kimondja, hogy van, de ez még nem üdvözítő hit, ez még egy ördögi szinten lévő hit, ez még nem képzi a keresztény identitást, ami azt jelenti, hogy tudom, hogy én Isten gyermeke vagyok. Márpedig, ha egy gyermeknek vannak szülei, anyja és apja, szoktuk mondani, gondtalan a gyermekkor, de jó lenne még egyszer átélni, hogy van kiben bízni. A gyerekek szeretik a szülő közelségét, mert nyilván már bennük is ott van a félelem, és a szülő közelébe megnyugszanak. Na mi van a nagyobb gyermekekkel, akik már azáltal lesznek sokszor felnőtté, hogy a szüleik meghalnak, mert addig egy kicsit még mindig gyerekek, hiszen van, aki gyereknek szólítja őket, de felnőnek rögtön, amint az apa és az anya oda lesz, de akkor sem válunk árvákká, mert ott van a mi mennyei atyánk. Őre minden gondunkat vethetjük, és ő ezt mondja is, kéri is, hogy tedd ezt. Legyen helyes identitásod, alakuljon ki a keresztjéni identitás, hogy tartozok valakihez, hogy az Istenhez tartozok. Akkor nem fog össze-vissza fújkálni a szél, és nem leszek könnyen összebomló kártyavár, akkor nem úgy jönnek létre családok, hogy összeborulnak, mint a káposzta levelek, és rögtön, ha valami kis vihar keletkezik, miután nem fundamentumra épült a két élet, az borul és visz mindent. Segítsen Isten bennünket, hogy miközben pozícionáljuk a mi életünket, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, tőle várunk mindent, aközben ez a helyes várakozás eredményezi azt is, hogy dolgunkat végezzük, mint a liliomok és a madarak, örömmel tesszük azt, amit az Isten reánk bízott. A harmadik dolog, hogy elmélkedjél, mondja a Zsoltáros éjjel és nappal, az ige tanulmányozása, ami segíthet bennünket arra, hogy megismerjük a mi gondunkat, viselőnket, megismerhessük azt, hogy mi az, ami őre áll jellemző, hogy segíti a madarakat, számon tartja, tud róluk, ugyanúgy a növényekről is, és kérhetjük azt, hogy ő növelje a mi hitünket, mert a hit is ajándék, nem mi fogjuk magunknak bebeszélni, hogy van Isten az égben, hanem Isten fogja magát bemutatni nekünk, hogy ő segít és gondot visel. De miután a hit az hallásból van, a hallás meg az Isten igéje által van, tehát ezért Bibliához kötött élet az, ami kialakítja a helyes keresztjéni identitást. Ehelyett mit látunk ma? Az emberek rácsatolják magukat az internetre, vagy a televízióra, még idősebbek talán inkább abba mozognak otthon, jól mozog a kapcsolóna kezük, és szívják magukba az összes moslékot, ami átmossa az agyunkat, ami nagyon sokszor Isten nélkül való üzenet, dolog, ami nagyon sokszor a félelemről, a lövöldözésről, az akcióról, a hamis és rossz hírekről szól. Na hát, ha nézzük a házi oltárt, ezt a villanypásztort, amin sokszor gyerekek is felnőnek, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a gyerekek rettegnek, nem tudnak aludni, vagy éppen bepisilnek, és még az idősek se tudnak, csak esetleg szanaxszal, vagy valamilyen kábítószerrel normálisan aludni. Tehát a hit hallásból, a hallás Isten igéjéből van, akkor a félelem is hallásból van, a televízió nézése
a rossz híreknek a meghallásából, vagy az, hogy egyáltalán másokat hallgatunk az ő problémáikról és az ő félelmeikről, az már fertőz és hozza be felénk azt, ami után majd mi is eszünkbe jut, hogy hát ha még ettől nem féltünk, akkor féljünk már mi is attól, ha a szomszéd már ilyen sportot űz abból, hogy ő mitől fél, nehogy alul maradjak már, én is fogok félni tőle. Tehát az ördög ezt nagyon szépen el tudja intézni, úgyhogy ha a hitet a hallás építi ki, a negatív hitet is a hallás építi ki. A rossz, a gonosznak a sugalmazása. Úgyhogy ezeket nagyon sürgősen el kell zárni, és minél többet a pozitívummal, az Isten igéjével, ami a pozitív hitnek a kiépülését munkája a mi életünkben, azzal foglalkozzunk. Ne azzal töltsük a dolgainkat, a időnket, ami hiába való, és még a rosszra is rávisz, és még félelmet is okoz. Aztán van a következő, negyedik megoldási lehetőség, hogy el kell zárni a belépési pontokat, ahol a félelem be tud lépni az életünkbe, azokat el kell zárni. Hogyha a mai ember nem ismeri és nem akarja betartani a törvényeket, akkor ne csodálkozzon, hogy fél. Isten adott 10 rövid kis parancsot, amit ha megtartanánk, már aleve csökkenne jó nagy százalékban a mi félelmünk. Ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj. Például ezek a tiltások. Ha lop valaki, jogos a félelme, hogy megbüntetik. Ha hazudik valaki, jogos a félelme, hogy könnyebb a sánta kutyát is utol érni. És a hazug gyorsan le fog bukni, mert nem tudja követni már a következő napon, hogy előtte mit mondott. Persze, hogy le fog bukni. És azonnal bukik minden, és nem tudja tovább játszani az ő általa elképzelt dolgát. Az ötödik az imádság, amivel ki tudjuk ütni a félelmes gondolatokat a mi szívünkből, mert hogy ezek úgy ránk telepszenek, mint a madár, aki fészket készül építeni a fejünkön, de el lehet zavarni az ima erejével. Tehát ha már gondolkodó lények vagyunk, akkor takarítsuk az elménket, ne hagyjuk porosodni a lelkünket, hanem üzzük szét a sötétségnek minden homályát, és valahogy lelki higiéniát tartsunk naponta, mosakodjunk ki, be, nem csak kívül, belül is, és ami ilyen porszem, gépezetet megakadályozó tényező az életünkbe, azt hát olajcserét kell végezni a gépekbe is. Ami minden moslékot megeszünk, bekajálunk, ne csodálkozzunk, hogy egy idő után dugulásunk lesz, és vége lesz még a munkánk végzésének is. Az van felírva egy kollégiumnak, a debreceninek a falára, hogy imádkozzál és dolgozz. Ez is nagyon nagy ellenszere a félelemnek. Amikor a tanítványokat meglepte a vihar, mint egyszer Luther Mártont is meglepte, és rögtön fogadalmat tett, hogy ő szerzetes lesz. Tehát amikor az emberek nem tudtak időjárás elemzésről, és nem voltak olyan okosak, mint manapság e tekintetben, hogy ez milyen biológiai, illetve fizikai törvényszerűségek szerint működik a világban, akkor ugye Istennek a villámait látták a viharban, és rögtön az ítélet jutott az eszükbe. Egyébként emiatt is nagyon sokan félnek, hogy mi van a halál után, mi van, ha a Bibliának mégis igaza van, és ítélet következik, ahogy a zsidókhoz írott levél mondja, hogy elrendelt, hogy ezt meghalljanak az emberek. Már eleve az is egy nagy stressz, hogy meg kell halni, egy félelem, halálfélelem, és akkor még utána spékelve van az egész azzal, hogy ítélet is van. Szóval nem elég az, hogy meghalunk, még ítélet is legyen. Hát persze, hogy akkor dupla a félelem. Szóval miután nem tudjuk ezeket a dolgokat elkerülni, ezért az 5 megoldási kísérlet, amint hallottuk is, hogy emlékezzünk az Isten tetteire, legyen helyes
identitásunk, hogy mi gyermekek, ő pedig a mennyei gondviselőnk, és legyen igei látásunk, amit ha éjszaka felörlő gondolatok jönnek be, akkor is inkább a Bibliát vesszük elő, inkább az imádság eszközéhez nyúlunk, és elzárjuk a csapokat, gazdasági szinten is el kell, illetve lelki szinten is, ahol bejöhet bármiféle fertőzés, azt rögtön le kell tenni, ha ez televízió, vagy internet, vagy a pletykás szomszéd riogató vényasszonyi magatartása, akkor forduljunk el tőle. Hát miért kell nekem azt mindig hallgatni, hogy kinek milyen baja van, ha jót nem tud mondani, illetve én se fertőzzem a szomszédomat, hiszen én arra hivattam el, hogy evangéliumot, vagyis örömhírt mondjak a környezetemben. Istennek az ígérete az az, hogy ha tüzen mégyát, akkor is veled van. Isten tulajdonképpen mindent megoldott, amit mi nem tudunk megoldani, és a legnagyobb gondunk a haláltól való félelem, mert például úgy oldotta meg, hogy a halál helyett föltámadást munkált ki az ő fia által, a pusztulás helyett örök élettel akar megajándékozni, mert úgy szerette ezt a világot, hogy aki fiúba, az ő fiába hisz, ha meghal, ne is legyen örök élete, és adja az imádságnak a lehetőségét, hogy állandóan a lelki köldökzsinóron gyerekekként ott függjünk, és vegyük a mennyei táplálékot a nyomorult világba való létezésünkhöz, ami átmenet, ami véget ér. Tehát ezzel kalkulálni kell, hogy azt nem fogod tudni elkerülni, hogy ne hallj meg, azt viszont elfogadhatod, hogy ne ítéletre menjél át, hanem az örök élet legyen a tied, hogy Isten mindent visszaadjon, azzal kezdtük, hogy a bűneset után kiestünk az édenkertből. Kiűztek minket, de szeretnénk oda visszatalálni, és Isten megnyitja az ő fia által a hazafelé menő kaput. És bemehetünk Isten országába, az édenkertbe, a mennyei paradicsomba, akkor, hogyha az ő fiát elfogadjuk, ha őt követjük, ha amit ő mondott, hogy te ne félj, ne aggodalmaskodjál. Egy parancsként fogad meg az életedbe, hogy ezt Jézus mondta. Márpedig, ha ő mond valamit, akkor tegyük meg, ha keresztjének valljuk magunkat, ne legyintsünk rá, hogy hát ez a mai világban úgyse lehetséges. Lássuk meg, hogy minél inkább hisz az ember, annál inkább fog csökkenni a félelme. Lássuk meg azt, hogy először a nagy dolgokkal foglalkozzunk. Mindig a fizikai életbe is a nagy problémákat oldjuk meg. Nem lesz gondtalan az életünk, nem arról beszéltünk ma, hogyha hívő lesz valaki, akkor megszabadul minden problémájától, hanem arról beszéltünk, hogy hogyan lehet megoldani ezeket, hogy az aggódást Isten kivegye, kigyomlálja a mi szívünkből. Először az ige azt mondja, keresétek az Istennek az országát, és minden egyéb megadatik ti nektek. Ez a megoldása a félelemnek. Tehát mi azzal szoktuk kezdeni, a kicsi dolgokkal kezdjük. Azért sikeresek a zsidó emberek, mert mindig a naggyal kezdik. Ezt jól megjegyezték, Isten jól megtanította őket arra, hogy azzal kezdjed, ami a legbonyolultabb, ha van egy feladat az életedbe. Utána majd a többit már megoldod, félálmosan is, de ha ezt este 9-kor akarod nekiállni, akkor garantált, hogy utána nem fogsz nyugodtan aludni, mert nem sikerül behozni, úgy egy fél óra alatt nem sikerül megcsinálni. És Isten azt mondja, azt tanítja nekünk is, magyaroknak, hogy az Isten országát keresd meg legelőször. Ez a keresés adott lehetőség, mert Jézus oda vezet minket ehhez, oda hív, és minden egyéb ráadásul adatik meg. Ez olyan, mintha egy áruházba az ember azon problémázna, hogy most vette egy nagyon drága, értékes ajándékot a karácsonyi ünnepre, de vajon ki fogja ezt becsomagolni, hol lesz a zsinek hozzá? Mindig beszokták, manapság már még szatyrot is adnak hozzá az ajándékhoz. Ne azon problémázzál, hogy mi a minden egyéb, nem magad akarjad ezt teljesíteni, a zsineget és a papírt, és becsomagolni abba az üres, semmi
kárhozatos életed, hanem éppen ellenkezőleg legyen minden rendben, akkor rögtön az elején meg lehet nyugodni, hogy van örök életem, üdvösségem, ez már az enyém, a halál le van győzve, mert van föltámadás, aminek az erejéből élek, akkor mi problémám van még? Mindenem megvan. A bónusz, a legjobb, a legnagyobb az Isten, amit adhatott a miénk, Jézus Krisztus az ő fia, és a többit meg ő már kiparancsolja, mint a liliomoknak és a madaraknak, ugyanígy az ember gyermekeinek is megteszi, hiszen ő mennyei atyánk, ha pedig a liliomokról ennyire gondoskodik, mennyivel inkább gondoskodik ő mi rólunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy hozzád fordulhatunk, és minden gondunkat reád, mint gondviselőnkre vethetjük, mert te szeretsz. Akkor lennénk igazán bajba, hogyha nem szeretnél, akkor lehetnénk pánik hangulatba, de köszönjük, hogy annyira szerettél, hogy meghaltál érettünk, helyettünk, miattunk a Golgotán, és ezáltal megtörted a gonosznak az erejét, kárhozatnak az erejét, és hitáltal élhetünk ebből, lehet üdvösségünk, örök életünk, és már most megkezdődhet az örök életnek az előszobájában való tartózkodás, ami számunkra, aminek a jó ízét megtapasztalhatjuk az a napi örömünkben, hálaadásunkban, hozzád való kötődésünkben, meghallhatjuk és realizálhatjuk, hogy tényleg reád vethetjük minden gondunkat, mert te úgyis elintézed, igazából a jövendőt úgyse tudjuk befolyásolni, igazából a legapróbb dolgokat se tudjuk megtenni, csak azt, ami feladatunk, azt tudjuk talán valamelyest elvégezni. Kérjük, Urunk, hogy adj nekünk mindig lehetőséget arra, hogy munkálkodjunk, ahogyan te mindez idáig munkálkodsz, úgy mi is tegyük a dolgunkat, és a többit reád bízzuk, bízva abban, hogy mindenből a legjobbat hozod ki, ahogy már a legjobbat, a legfőbbet, a legnagyobbat elvégezted, úgy vezetsz minket is vissza a paradicsomba, a te országodba, a te örök dicsőségedbe, hogy erre tekintsünk, amikor a félelemmel vesz körül bennünket az ördög, tulajdonképpen ijeszget egy legyőzött ellenség, akinek már nincs hatalma a hívők fölött, mert a te gyermekeid hozzátartoznak, és te közlöd a te védelmedet a tieiddel. Kérjük így, hogy őrizd meg bennünket a gonosztól, kérjük, hogy ne vigy minket erőnk felett való kísértésbe, kérjük, hogy add meg a mindennapi kenyerünket, és legyen ez nekünk elég, hogyha van élelmünk és ruházatunk, segíts, hogy ne többet akarjunk, vagy szebbet akarjunk, hanem tudjunk azzal megelégedni, amit te tőled veszünk és kapunk úgy munkánk után is, de inkább ajándékba, mert te ilyen módon viseled a mi gondunkat a tieidnek. Kérjük, hogy hallgass meg bennünket fiadnak érdemére, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Úr, világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon nektek békességet. Amen. Foglaljuk el a mi helyeinket. Hirdetem a hálaáldozat bemutatásának áldott lehetőségét, alkalmainkat pénteken. Este 6 órai kezdettel hétközi istentiszteletet tartunk. Vasárnap szokott időben főistentisztelet mellett gyermekistentiszteletet is tartunk 10 órai kezdettel, ha Isten segít bennünket. 1 órától van a konfirmációi fölkészítés vasárnaponként, szerdánként tartjuk a hittanóráinkat az iskolában, és ezekre is minden érdeklődőt, testvér, fiatalokat, időseket egyaránt várunk,
Isten legyen mindannyiunknak őriző pásztora a jövő hét során is. Amen. Záró énekünk a 470. dicséretünknek harmadik verse legyen, amely ének így kezdődik. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj, mosd le bűnömet.